Hát ugye általában minden győzelem fontos, de nekünk ez ma nagyon kellett, ez a három pont. Hát ahogy fogalmaztál, inkább az üti meg a lényeget, minden győzelem nagyon fontos. Én úgy érzem, hogy a fiúk nem felejtettek el futbolozni. Volt egy sikeres tavaszi hadjáratunk, és mindenki kicsit abban ringatózott, hogy itt hazai pályán mindenkinek négyeket, ötöket fogunk rúgni. Egy kicsit változott a menet, ugye a Vasas az leadott egy játékot, amire az ellenfél most már jobban felkészül, kettős védőfalat húznak be folyamatosan a kapu elé, és hát itt az a kérdés csak mindig, hogy mikor tudjuk áttörni ezt. És hát voltak olyan mérkőzések, ami sajnos nem sikerült, de hangsúlyozom, ezek a játékosok akkor is szívvel, lélekkel küzdöttek, amikor sajnos vereséget szenvedtünk, és ezek után és ezt fogják tenni, mert ők is azt szeretnék, hogy a Vasas NB1-es legyen, és ezért a sikerért hajtanak és küzdenek. Például Remilinek csak egy gól hiányzik, hogy újra felszakadjon az a gát, ami őt tulajdonképpen az utóbbi időben jellemzi. Én próbáltam őket felmenteni mindenféle felelősség alól, már olyan értelemben, hogy amit megbeszéltünk, hogy a pályának melyik részén kell a gyors, egy-két érintős futballt játszani, és melyik részén lehet bevállalni a cseleket, tulajdonképpen rizikózni az ellenfél kapuja előtt, ezt ma nagyon jól megoldották. Én az első fél időben úgy érzem, hogy vállalkoztak. Hála Istennek azért a 46.-7. percben sikerült a vezetést is megszerezni, ez meg is nyugtatta a csapatot. Én bízom benne, hogy az elkövetkezendőkben ez a győzelem föloldja még annak is a görcsét, aki tényleg már magába volt gubózva itt elsősorban a Mohára gondolok, a közönséget pedig ki kell szolgálnunk, hogy a továbbiakban is ezen az úton haladjunk tovább.